A váltóban a Budapest maratonon vagy 13 km 77 perc alatt a futást januárban elkezdve komolyabban, mellette túrázás és kerékpár, újonnan pedig úszás is. Hát így lesz belőle a triatlon majd tavasszal. Cser Krisztián Ária közben fekvőtámaszt is nyom, ilyen egy sportos operaénekes, ő a vendégünk, most jó reggelt kívánok! Jó számoszt. reggelt kívánok! Krisztián, lehet, hogy első hallásra meglepő egy triatlonistának készülő muzsikus énekes, de kezdjük egy kicsit előbbről, mert hogyan lesz egy zongorázni szerető, egyébként végzett fizikusból, aki még növénybiológiai doktori tanulmányokat is folytat, végül is operaénekes és művész? Hú, hát ez nagyon hosszú ügy. Igazából zenész családból származom, úgyhogy a, a zene az nagyon adott volt a, a mi családunkban. Tehát már gyerekkoromban is zenei általásba jártam. Tehát a, a zene az hétköznapi volt, igazából az volt a kérdés, hogy lettem én fizikus. Azt akarom mondani, hogy ezek szerint akkor arról van szó, hogy volt egy rövid időszak, amikor, amikor fizikusként, meg biológián érdeklődő ember szembefordult a családi tradícióval. Igen, bár ö, hozzá kell tegyem, hogy szerencsére vagy Hát, hogy szerencsére, de tudományos érdeklődés is van a családban, tehát a nagyapám, a nagyapám az egyik mérnök, illetve a dédapám is ilyen természettudományos érdeklődésű, tehát azt hiszem, hogy genetikailag nálam jött ez a csomósodás így a, a tudomány és a művészetben, és én először úgy éreztem, hogy a tudomány az én utam. Uh -huh. Na most a tudósi pálya helyett, tehát művészé végül is kiderült, ez utóbbi jóval nagyobb a fizikai igénybevétel? Hát sokkal nagyobb, ugyanis ö, nekünk a testünk a hangszerünk opera, opera énekesként, tehát ö, igaz, hogy egy két kis hangszalag, gocska, ami küzd, tehát hogy jó nagy hangot adjon ki, de, de ez az egész fizikumunk szükséges, tehát <kül> egy főszerepnél akár három-négy órát is készenlétbe kell lennünk. Ez nem azt jelenti, hogy egyfolytában éneklünk, csak ezt megint a sporthoz tudom hasonlítani, hogy abban az állapotban kell lenni, mint egy versenyen. Lehet, hogy az a verseny versenyszám két perc, de a sportoló is aznap úgy ébred föl, bemelegít, koncentrál, tehát az egész napja gyakorlatilag rámegy a verseny. A és világos. az ugyanígy van egy opera énekesnél is, hogy már a reggeli esetleg torna, kinek hogy, befolyásolja az aznapot. Tehát nem, nem lehet, legalábbis én nem szeretek akkor olyanokat csinálni egy főszerep napján, amíg megterhelőek. Világos, hát akkor ugyanúgy, mint a sportonál, nálad is egy főszerep napján megvannak azok a rítusok, megvannak azok a szabályok, hogy mit csinálsz, illetve mi az, amit semmiképpen nem csinálnál, igaz? Igen, és ezen azért próbálok így lazítani, egy balanszírozni, mert vannak rövidebb szerepek, amik nem vesznek annyira igénybe, és akkor ott próbálom becsempészni például a sportot, hogy most legutóbb szeptemberben volt egy koncertem Pécsett, és nagyon jó szerepem volt, csak nem volt olyan hosszú, és azért eldöntöttem, hogy aznap még futok egyet előtte. Na várjál, és akkor itt viszont milyen kockázati tényezők vannak? Mert mondjuk, hogyha most ezt, most lenne ez ebben a karcos, hideg, ködös, szinte novemberi időjárásban, akkor ennek azért lehetnének veszélyei a torkodra, hangszálaidra, hangodra nézve. Hát igen, ez ráadásul én olyan alkat voltam, hogy gyerekkoromban meg voltam fázva, úgyhogy nekem ez különösen egy ilyen Hát magammal szemben egy dupla ilyen legyőzendő feladat, hogy, hogy igenis szembe szálljak ezzel, és, és ne, ne azon gondolkodjak, hogy mitől lesz bajom, hanem azon gondolkodjak, hogy mitől lesz jobb. Na most ez az idő, ez tényleg nem a tökéletes számomra, mert, mert hát érzékeny a, az egész berendezés, a tüdő. Úgyhogy ilyenkor vagy teremben futok. Uh -huh. Vagy az említett szeptemberi napon még 30 fok volt, úgyhogy akkor, olyan, akkor, akkor lehet nekem válva. a nyár az nagyon jó uh -huh. ilyen Most azt mondd hogy ez az elhatározás, aminek a vége most ez a váltofutás lett a maratonba, és a jövő tavaszon meg triatlonozni szeretnél, szóval, hogy milyen penzumok és edzésmódszer vezetett január óta ahhoz, hogy, hogy ideig eljutottál, és hogy ezt így felépítetted? Hát először is gondolom, mint mindenben, hogy kell egy döntést hozni fejben, tehát el kell dönteni, hogy most akkor ő, nekem van időm, mert az embernek arra van ideje, amire szeretné. Pontosan. Ő, hát eddig sokszor a tartottam, hogy nem érek rá, mert hogy azért a mi életünk nem olyan, hogy nyolctól négyig bemegyek, és akkor utána ki tudok tűzni magamnak edzéseket, hogy szerd a péntek, mit tudom én, öttől hatig. Mert minden heten más, minden héten történhet, hogy akkor van próba, szóval egy egyéni, uh -huh módszert ki kell találni, hogy eldöntöm fejbe. Utána ez kaptam nagyon jó segítséget, összeismerkedtem Palik Lászlóval, és ő mondta, hogy hát mindenképp futni kell kezni ha én akarok valamit mozogni, mert az ad egy adott, egy alap edzettséget, és utána lehet esetleg erősíteni, vagy hát amit szeretnék. És igazából 20 perc futással kezdtem, gépen, mert hogy rosszabb időben azért inkább teremben gépen futok, és akkor ezt az adagot növelem minden nap, mondjuk egy perccel. Uh -huh. És ha 30 percig eljutok és azt bírom, tehát főleg idegileg, akkor az jó, mert azt mondta, hogy tüdővel fogom bírni, hát ez, ez igaz is, mert igazából lélegni azt nagyon ritkán szoktam. Most már van egy jó ritmusom, amit nagyon kényelmesen bírok, és ott inkább a, 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 az idegi faktor az, ami fontos. Tehát fél óráig elég hamar eljutottam, és fél órát itt simán lefutottam. Hát, jár, most itt a lábad énekel. Ha, a lábam. igen. Okay. Igen, aztán jöttek ezek a kezdő futóbetegségek, hogy a, tudom én, a csonthártyán fájt, meg akkor éppen a színpadon volt egy főszerepet énekeltem a Figaróban, és az előadáson úgy belerugtam egy székbe, hogy Rögtön azon gondolkoztam, hogy, hogy fog futni. <laughs> Nem is az, hogy... <laughs> <laughs> Azt hittem azon gondokat hogy mégis csak futballozni kell. <gül> <gül> és akkor nagyon szomorú is voltam, hogy ki kell hagynom. Tehát, hogy Átéltem egyszer, egy ilyen nagyobb miniben, egy sportulónak az életét átéltem, uh -huh. hogy, hogy nekik is mennyire vigyázni kell, egy rossz mozdulat, és, és egyszerűen, mert mondjuk énekelni pont tudtam akkor, ne, nekünk másra kell figyelni, hogy... És akkor elkezdtem futni, és a, igazából az első versenyem az Ebegényben volt a panoráma futóverseny, ott már 8 kilométert vállaltam, és kitűztem magamnak, hogy ez a 6 perces ezreket bírjam. Igazából utána a távot szeretném egy kicsit növelni, és hát az idővel is játszom. A Margit szigeten fut, futkostam ugye egész nyáron, és hát a sziget körömet próbáltam, hogy ezt váltogattam. Szeretnél egyszer hogy... maraton futni? Igen. Igen, Na, hát ez is benne van a vágyam. Mármint, nem váltóban, hanem. Hát a váltó az az első óvatos próbálkozás, hogy nyilván nem szabad neki esni a, a dolognak, mert, mert hát azért ezt föl kell építeni és hát kapok segítségeket, úgyhogy uh, tanácsokat, mire kell figyelni. És hát nagyon örülök, hogy, uh, hogy, 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 most ezt sikerült, ez a majdnem 13-12,9 kilométer, 77 perc alatt, ráadásul így ezért rögtem is, hogy számisztika, mert ez pont a születési tátumaim száma. Úgyhogy... <laughs> 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 Na hát az akkor e e ennél jobb nem is kell. Na most említett már szóba szed ezt a bizonyos e belerúgtál e Figarót. Van, van, egy olyan verzió, ahol te fekvőtámaszozol is éneklés közben. Azt mondd meg nekem, hogy abból, abból, mennyi a maximum, hogy meg lehetne csinálni, egy, úgyhogy még nem menjen az ári hát Az az érdekes, hogy gondolom a versenyzőknél is így van, hogy mikor a színpadon vagyunk, és amikor ők a versenyön, akkor egy, egy, egész más állapotba kerülünk, tehát gyakorlatilag az ember nem igen tudja, hogy mi történik vele, ez hétköznapi értelemben. Tehát lehet, hogy a pulzus számunk is magasabb, illetve, te többet bírunk. És az egyik ilyen alkalomkor ö, valahogy benne maradtam, és a közönségben mondták, hogy a 19 fekvétán azt csináltál, árja közbe, és mondom, hogy tényleg észre se vettem. Tehát, hogy az Aha. még simán meg volt. Uh -huh. Nem is kellett odafigyelni rá. Nem, uh -huh. hát az éneklés is, hát az árját, azt sokat énekeltem, úgyhogy igazából ez csak így ment magától. Jó, de azt meg ezért ezzel nem érdemes úgy játsz, hogy megpróbálunk hát Na most a maraton benne van a tervekben és itt van ez a bizonyos triatlon. Mondjuk azért van arra példa, hogyha csak Miklós Erikát említjük Igen, a ti világotokban, hogy valaki egy egészen tehetséges, nagyon ügyes atlétából lesz egyébként világírű. Igen. operaénekes. Na de mi a helyzet az, hogy mondjuk valaki egy nagyon jó operaénekesből lesz egyszer csak egy, a végén egy nagyon jó triatlonista? Hát ez még sok munka vár de én, én úgy, úgy, tekintem a sportot, mint egy, egyrészt egy jó hobbi, másrészt egy kiegészítés ennek az én pályámnak, mert mindenképpen azt szeretném, hogy, hogy a, az, a teljesség, tehát az én jó érzetem és fittségem az kihasson, és a közönség is érezze ezt, tehát csak szeretném én is eloszlatni, bár már elődeim elkezdték, hogy például Erika is, hogy az opera azok igenis tudnak fittek lenni, sportosak, nem kövérek, tehát azért régen ugye az volt a sztereotípja, nagyon sokan kollégáim közül is elkezdtek sportolni, és már egymást kérdezgetik, hogy te mit csinálsz, hogy csinálsz, valamit, úgy gondolom, hogy a sport az inkább ilyen kiegészítő dolog, és hát új kihívások, mert az embernek mindig kell, legalábbis nekem mindig kellnek új kihívások. Na hát akkor, akkor ez viszont kitartást, meg, meg főként, hogy akkor érez jó magad a bőrödben. Köszönöm majd szépen. A legjobb triatlon eredmények után meg folytassuk innen. Köszönöm, hogy Köszönöm itt szépen a kihívást.